Az én Alaszkám egy nagy nyílt tér, ahol szabadon kóborolhatok. Senki nem áll az utamban, nincsenek kerítések és határok. Mi nagyon-nagyon megszerettük Alaszkát. Ez egy csodálatos hely, gyönyörű a természet. Nagyon-nagyon szeretjük, igen. Én jobban szeretem Alaszkát, mint amúgy nyilatkozok, mert mindig van valamit csinálni. A Józsefváros piaci lángos nagyon hiányolom, és a legközelebb, amikor Magyarországra megyek, biztos, hogy első látogatásom lesz egy lángos. Csodálatos, szavakkal alig leírható szépségű táj és egy különleges világ, ahova kevesen járnak. De aki eljut ide, azt rabul ejti a vidék. Hát ez itt Alaszka, az Egyesült Államok legnagyobb területű állama, ahol alig több mint 730 ezeren élnek. És ha már keresztül kasul bejártam a jeges csodák birodalmát, sok mindent meg is mutattam belőle nektek. De egy adóságom még van. Jönnek azok a magyar honfitársaink, akik Alaszkát választották lakóhelyüknek. És jön egy egészen különleges alaszkai-amerikai ember, aki szó szerint a legnagyobb magyar. Még a beceneve is ez. 160 kilónyi alaszkai magyar szeretet. Szóval indul a nagy kaland, most megmutatom nektek az egyik legkülönlegesebb államban, Alaszkában élő honfitársainkat. Gyertek, tartsatok velem! Kezdem azzal, hogy csak nem két év mezitlábas és aloha inges Hawaii élet után konkrétan meleg ruhát kellett vásárolnom az alaszkai kalandhoz. És folytatom azzal, hogy utam a Honolulu-i nemzetközi repülőtérről indult, hogy aztán kicsit több mint 6 óra múlva már landoljak is Alaszkában, ahol egykori magyarországi barátom Kovács Tündi vár. Isten hozott! Jó, hogy itt vagy! Tündi Magyarországon még címlaplány is volt, Alaszkában meg a profi idegenvezetőm lett. Sok-sok órás, olykor vadregényes föld alatti úttal vele mentem el a világ egyetlen olyan városába, amely egyetlen épületből áll. Erről az egyépületes városról van egy teljes filmem itt a csatornámon, ha még nem láttátok, nézzétek meg! Útközben megálltunk egy egészen csodálatos helyen horgászni, ám előtte még Tündi megtanított az egyik legnagyobb alaszkai bölcsességre. Tündi, miért hoztál el pecázni? Hát azért jöttünk ide, mert az alaszkaiak úgy tartják, hogy a legrosszabb nap a folyónál is sokkal jobb, mint a legjobb nap az irodában. És szerinted egyébként ebben igazuk van? Szerintem teljesen igazuk van. Tündi, te szeretsz pecázni? Hát képzeld el, én imádok pecázni. Komolyan is hazaviszed, megsütöd, megfőzöd? Képzeld, én ezt mind megcsinálom. Wow! Igen. Csak pecáztunk és beszélgettünk, pecáztunk és beszélgettünk. És bár a boton kívül mást nem fogtunk, Tündi végre elárulta a választ a nagy kérdésre, hogy miért éppen Alaszka? Oké, miért éppen Alaszka? 4-5 éve a férjem kapott két állásajánlatot, az egyik Kaliforniába szólt, a másik pedig Alaszkába. Nekünk majdnem egyértelmű volt, hogy hát akkor Kalifornia, mert ki akar a hóba meg a jegesmedvékhez menni, és a gyerekeknek készítettünk egy ilyen kis videomontást, az egyik Kaliforniáról szólt, a másik Alaszkáról, és a gyerekek valamiért az alaszkaira szavaztak. És egyébként megszeretted, megszerettétek? Mi nagyon-nagyon megszerettük Alaszkát, ez egy csodálatos hely, gyönyörű a természet. Nagyon-nagyon szeretjük, igen. És ez azt jelenti, hogy itt is maradtok családosan? Hát szeretnénk itt maradni egy jó ideig, tehát majd meglátjuk, mit hoz az élet. Ha én azt mondom neked, mert számunkra ez egy jelkép, egy szimbólum, fú, Alaszka, de ha neked, aki már alaszkai magyar vagy, azt mondom Alaszka, akkor mit jelent, mi a legjobb benne? Nekem, én nagyon szeretem az embereket, nagyon közel vannak a természethez az alaszkaiak, és emiatt a jó értelembe véve nagyon egyszerű, nagyon letisztult, nagyon jóra való emberek. Esküszöm, mindjárt mutatom az Alaszkában élő többi magyart is, de van itt valami, amit mindenképpen látnotok kell. Ez pedig nem más, mint orosz Alaszka, ahova Tündivel együtt utaztunk el. Ez a terület 1867-ig Oroszország része volt. Akkor adták el az oroszok az amerikaiaknak nagyon kevés pénzért, alig 7,2 millió dollárért. Szóval az oroszok eladták, de maradt 4 orosz falujuk, orosz utcanevekkel, orosz temetőkkel, orosz templomokkal és még egy szamovár névre keresztelt kávézóval is. A 4 falu lakói mind itt születtek, sosem jártak Oroszországban, mégsem tudnak angolul. Csak oroszul beszélnek.
Itt egy Nyikalajevszk nevű faluban ismertem meg a helyi pravoszláv papot, Szofronie bátyuskát, aki megmutatta nekem a Szent Miklós ortodox templom szépségeit, aztán azt mondta, hogy ők úgy élnek Alaszka közepén, minthogyha Oroszországban lennének. Na de legyen ennyi elég az oroszokból, most jöjjenek a magyarok, mert bizony Alaszkában nemzettársaink is élnek, még hogyha nem is túl nagy számban. Egy hatalmas nyílt tér, ahol szabadon lehet az ember mindenfelé, lehet mászkálni, biciklizni, gleccsereket megnézni télen. Egy gyönyörű tájegység, ami bárhol máshol nehéz megtalálni. Ő itt Jacsó Ferenc, aki orvosi műszerekkel dolgozik. Feri a természet nagy szerelmese, imád túrázni és futni, nem mellesleg pedig több kerékpárversenyt is megnyert már Alaszkában. Vele járom be a nagy gleccsereket, mert jól láthatóan profi módon mászik, még a függőleges hófalakon is. Neki amúgy már Alaszka az otthona, és semmi pénzért nem menne el innen. Szerintem kétféle ember költözik Alaszkába. Az egyik, aki szeret halászni, vadászni, ez itt egy korlátlan terület, ahol sok mindent lehet csinálni. A másik, akik szeretnek túrázni, szeretnek kivenni a természetbe. És elmehetnek síelni, elmehetnek hajókázni az óceánba, és nézni az óceánban való gleccsereket és hasonló látnivalók. Szóval egyedülálló felhozatal van itt Alaszkában. Búcsúznék Jacsó Ferenctől, de előtte még elég nagyképűen meg akarom lepni. Hát mit mondjak, nem sikerült. Feri, a profi sportember szerint 3 óra alatt tudnék felérni ennek a hegynek a csúcsára, de én kinéztem magamnak egy kis ösvényt, és szerintem ki tudom cselezni a hegyet is, meg Ferit is, úgyhogy néhány óra múlva beszámolok a végeredményről. Szurkoljatok! Folytatjuk az utunkat. Elképesztően gyönyörű tájon autózom, olyanon, amelyen egy kép többet mond 1000 szónál. Hát tessék, nézzétek! Hol kiváló autópályán, hol borzalmas földúton megyünk. Hatalmasak itt a távolságok, ezért sokan magánrepülővel közlekednek, ami azért sem meglepő, mert Alaszka fővárosa Juneau például a világ egyetlen olyan fővárosa, amit nem is lehet autóval, közúton megközelíteni. Amúgy az itteni repterek jó része vízi reptér, ahol állandó a forgalom télen is és nyáron is. Ezek a repterek kizárólag akkor vannak zárva, ha túl darabos a tó jege. És már el is értük a magyarok egy nagyobb csoportját, akik időnként alaszkai magyar szemétszedést szerveznek, mert annyira szeretik az új hazájukat, hogy újra meg újra megtisztítanak egy alaszkai közterületet a szeméttől. És akkor itt mondom el. Alaszkában nagyjából 150-180 magyar ember lakik, többségük pedig már el sem akar menni innen. Itt a rózsaszín éjszakák völgyében találok rá Andira, aki oroszlányból érkezett, és aki szintén Alaszka szerelmese, de úgy, hogy semmit sem veszített a magyarságából. Az erkélyén például magyar paprikát és magyar tököt termeszt, mert a hazai ízek azért nagyon hiányoznak neki. Andi, szoktak lenni magyar palántáid? Szoktak lenni, anyukám szokott küldeni magot nekem. Tavaly... Még a spárgatöket is neveztettünk itt, ugyanis spárgatök Amerikában nem kapható. Na most te tudsz Alaszkában magyar háziasszony lenni? Magyarul sütni, főzni? Tudok, de azért van, ami egy kicsit kihívásnak minősül. Mi az, ami a legjobban hiányzik neked? A kolbász meg a szalámi. Azt nem lehet kapni? Igazi jó magyart nem lehet kapni. Ugye van itthon neked magyar paradicsomod, magyar paprikád? Nincs most, de növeztem. Indulunk tovább, és hogyha lehet, még szebb tájakon haladunk. Ja, már majdnem elfelejtettem, ezeket a csodálatos képeket is egy helyi alaszkai magyarnak, a drónok szerelmesének, a 16 éves Ted Bensonnak köszönhetem. Benson részben Kecskeméten, részben pedig Budapesten nőtt fel, de ma már az ő otthona is Alaszka. Ja, jobban szeretem Alaszkát, mint amit unatkozok, bármikor kijöhetek, és
bármit csináltak a hóban, szánkozhatok, most csak mehetek a kertembe bárhova, és nagyon élvezem. És most irány a nagyváros, konkrétan a legnagyobb. Ez itt Anchorage, ahol egész Alaszka lakosságának több mint 40%-a lakik. Itt botlok bele egy helyi inuit őslakosba, meg meglepetésemre meg annyi hajléktalamba. Ők még a nagyon kemény minuszokban is a földön éjszakáznak. Nem lehet egyszerű ez itt, Alaszkában. Elérem a külvárost. Itt él Gmózer Ilonka, akit korábbi filmemben már bemutattam nektek. Tudjátok, ő az a néni, aki jávor szarvasok szárított és lakkozott kakiából készít fülbevalókat, nyakláncokat és karácsonyfadíszeket. Csak kaka, még a tortán is. A tortán is kaka? A tortán is. Ha hogy csináltak a tortára kakát? Hát ki eszi azt meg? De ez nem büdös. Ez száraz, és ugye be van lagozva, és hát ez nagyon érdekes, de csak kaka. Most nem időzök a feltaláló néninél sokat, legyen elég annyi, Ilonka 4 házra és jelentős vagyonra tett szert, a hivatalos megfogalmazás szerint 100%-os természetes alapanyagból készített alaszkai emléktárgyaiból. És Ilonkát egy csöppet sem zavarja, hogy a magyar közösségben többen is kaki néniként emlegetik. De akkor most utam vége felé jöjjön az igazi csoda, a 160 kilónyi alaszkai magyar szeretet. Kelly, jól érzem, hogy te magyar vagy? Vagy magyar is vagy? Magyar is vagyok. Amerikai és magyar. Hát ő itt Ted Kelly, aki vér szerint igazából szintiszta amerikai. De éveket élt nálunk Magyarországon, és annyira megszerette népünket, hogy ma már magyarnak is vallja magát. Alaszkai magyarnak. Aki termetét látva nem meglepő módon rajong a magyar ételekért. Így Ted Kelly alaszkai konyháját nem csak a magyar címer, hanem magyar receptek is díszítik. Ezért is kapta a becenevét, ő a 160 kilónyi alaszkai magyar szeretet. Most nézzétek és hallgassátok ezt a földre szállt amerikai alaszkai magyar csodát. Hogy lettél magyar? Hát elvettem a magyar feleségemet, és 10 évvel később, mikor bementem, hogy újítani a tartózkodási engedélyemet, azt mondták, hogy nem szeretném inkább a magyar állampolgárságot fölvenni, és mondták, hogy egy ilyen 100 oldalt kellene kitölteni, hogyha újítani akarom a tartózkodási engedélyt, vagy egy oldalt töltsem ki, hogyha magyar állampolgár szeretném lenni, és akkor majd nagyon-nagyon régóta éltem akkor majd Magyarországon, több mint 20 éve, nagyon magyarnak is éreztem magamat, gondoltam, hogy akkor legyen is róla papír, és akkor felvettem a magyar állampolgárságot. A magyar állampolgárságot érzem, de amennyire körülnézek, amennyire hallgatlak, amennyire megismertelek, te már lelkileg is egy picit vagy nagyon magyar vagy. Eléggé nagyon érzem a magyarokat, a magyarságot, az egységet, amit a magyarok közé lehet érezni, és nagyon magyarnak érzem magam. Hogyha valaki angolul megkérdezi tőled, hogy what is your nationality? Akkor mindig válaszolok, hogy amerikai is vagyok, és magyar is vagyok. Tehát te már magyar nemzetiségűnek is érzed magad. Abszolút, igen. Szerettél Magyarországon lakni? Én nagyon szerettem Magyarországon lakni, nagyon szeretem az embereket, nagyon szeretem a színházát, a kultúrát, nagyon szeretem az egységet, amit magyarok között van, és hogy a magyarok mindig egymásért vannak. És mi az, ami a legjobban hiányzik Magyarországból, Magyarországról? Hát az embereken kívül a kaja, én nagyon szeretem a magyar koszt, a Józsefváros piaci lángost nagyon hiányolom, és a legközelebb, amikor Magyarországra megyek, biztos, hogy első látogatásom lesz egy lángos. Azt mondd meg nekem, légy szíves, hogyha egy világjátékokon, olimpián a magyar nemzeti válogatott döntőt játszik az amerikai nemzeti válogatottal, akkor te, Kelly, a fél amerikai és lélekben teljesen magyar, kinek szurkolsz? Én a magyaroknak szurkolok elsősorban. Ez komoly? Igen, igen. Lassan vége az utamnak. Tündi és Kelly is azt mesélte nekem, hogy itt a világ végén a magyar ételeken kívül a magyar kultúra és a magyar nyelvű színház hiányzik nekik a legjobban. Így hát gondoltam egyet, és nappaliukban megrendeztem életem legkisebb létszámú, ugyanakkor talán legromantikusabb, túl minden határon estjét.
Így zárult hát a nagy kaland. Igazán örülök, hogy bemutathattam nektek azokat a magyarokat, akik Alaszkában találták meg a számításukat. Most pedig jöjjön még néhány felvétel erről a csodálatos világról, s miközben ti is választ kaphattok a kérdésre, hogy miért éppen Alaszka, arra biztatlak benneteket, hogyha tetszett a filmem, akkor dobjatok egy lájkot és iratkozzatok fel a csatornámra. Hamarosan jönnek az újabb kalandok a világ minden tájáról.